Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Aga Dragovac, bivša načelnica Pogana, velika je poštovateljica hrvatske narodne kulture u okolici Pečuha. Tijekom gotovo 30 godina prikupljala je ručno izrađene narodne nošnje i druge uporabne predmete Hrvata Bošnjaka. Među njezinim blagom možemo pronaći nekoliko stotinu predmeta, uključujući narodne nošnje i dragocjenosti starije od stotinu godina. Hrvati u Mađarskoj, unutar toga takozvani Hrvati Bošnjaci koji žive u okolici Pečuha, imaju bogato narodno materijalno blago. Narodni običaj i narodna nošnja ove etničke podskupine imaju veliku ulogu u životu Age Dragovac koja čuva blaga svojih potomaka te je sakupila brojne dijelove narodnih nošnja. Hát a mi családunk Pogányba 1711-ben költözött, ugye, amikor a ferencesekkel jöttek Boszniából. És az 1800-as évek óta ez a telek az mindig a Dragovac családé volt, és sose volt eladva. Na most ugye ebből következőleg a padlás, a pajta rész, az istáló, a nyári konyhez mind tele volt kincsekkel, amit hát az öregek nem is tartottak kincsnek igazából. És 11 éves koromig én itt éltem ebben a házban, utána mi elköltöztünk, és a nagymamám, a nagypapám lakott itt. És 92-ben költöztem vissza, de úgy, hogy itt is laktam, és hát akkor már egy kicsit próbáltam modernizálni a helyzetet, és előkerültek a szekrényekből a régi dolgok. És hát nagymamám mondta, tudnád, mit adtam el még a vásárba a németeknek, a sváboknak. Hát abban a szent pillanatban mondtam, hogy többet nem mehet a vásárba, és semmit nem adhat el. És akkor azt a részét az ő családjából, a Márjenovéktól, azt meg tudtuk őrizni, aztán az ő testvérének a lánya nem ment férhez, nem volt családja, és amikor ő már idős volt, én ápoltam el, és mivel ő náluk se költöztek sehová, ő sem ment soha abból a házból sehová, az Iveszics családnak a ruhái is itt vannak, az ő apuká egyébként Szalántáról származik, az Iveszicsékből, és ugye az anyuka az volt a Lukács, a Pogányi. Aztán a keresztanyám, a Szemejátsz Kati néni, ha valaki így jobban ismeri, a Lukenini, így szoktuk nevezni őket. Ott is csak keresztapám volt, nem volt családja, hát sajnos már ők sem élnek, és akkor, amikor a hagyaték szét lett osztva, akkor én kértem a horvát-bosnyák résznek egy részét. És akkor édesanyám is meghalt, annak a családja is, a Bogdán család, ugye a papám a Szemelyből származik, a mamám ugye Pogányi, és akkor a Bogdán családból is tulajdonképpen itt van. Tehát ez legalább öt családnak a, hát a kincse, meg egy csomó len van a tájházban is. De azért próbáltam megőrizni ezeket a dolgokat, és hát remélem az én lányom is majd ugyanúgy őrzi, ahogy én. Ő is a horvát iskolába járt, beszéli a nyelvet, azt nem mondom, hogy műveli a hagyományokat, hogy tehát ő nem táncol, nem énekel, de minden évben egyszer elő szoktuk venni a régi dolgokat, és elmesélem neki, hogy mi micsoda volt, és kié volt. Pored oplečaka, širokih i uskih rukava, uspjela je pokupiti i ostale vrednote od svojih predaka. Ezek a részek a Szemejátsz családból valók, ami sokacosabb, mert ő később ment férhez, ugye akkor ők már nem a bosnyákban voltak. Viszont az anyukám családjából, a Márjenovikból, azok a falu egyik legszebben hímző családja volt, és ezeket az azsúrozásokat, hímzéseket, ezeket ők csinálták.
ez az Iveszics Mori néninek a fölsője, ez a siroki rukávi, ugye ilyen széles ujjú. Na most, ha megnézed, akkor ugye 1, 2, 3, 4, 5 díszítés van. Ez azt jelentette, ha elmentek a lányok a bálba, és a fiúk megnézték a ruhájukat, minél több díszítés volt rajta, annál gazdagabb volt a család. Tehát ő már akkor, ugye, hát azért akkor még a vagyon számított. Akkor ezek voltak a úszki rukávi, ugye ez már az idősebb korosztálynak volt, látszik is, hogy meg van fakulva, sokkal kisebbek voltak, mint mi. Ugye ez is egy ilyen régebbi típus, na most ez 7 rétben van hímezve. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rétben. Tehát ez anyukám családjáé volt, ez az övé volt, tehát amikor elment a bálba, akkor azért ez egy gyönyörű munka volt, és ez is abból a családból való, és mondjuk ez itt nagyon szépen díszesen van, de ez szűkújú. És akkor ugye van a kakozsúski, a bőrmellények, ugye ezeket úgy csináltatták, én úgy emlékszem, hogy nagymám azt mondta, hogy bolyban csináltatták ezeket. Ebből 2 van, az egyik egy ilyen világosabb színű, ez az Iveszics családból való, ez meg a nagymamámé volt itt a Dragovácból. Na most ezt azért hagytam kint, ez a legréglebbi felső ing, az opletyák. Most, hogyha megnézed, hát volt mit elemlámpánál és gyertyánál hímezni és azsúrozni. És most, ha belegondolsz, ez legalább 100 éves, és még mindig anyag. Tehát azért akkor, amikor csinálták, azért ez egy misés fölső volt, ugye akkor hát sokat hordták, hát hibás, de egyszerűen a minta miatt. Tehát egyszer érdemes lenne egy mintagyűjteményt csinálni, mert ahány falu, annyiféle minta van, ahány család, annyiféle, és én még 2 egyformával nem igazán találkoztam. Ugye ez a kakasos minta itt, aztán ezek meg a lányoké voltak, a fiatal lányoknak a fölsői, ugye ezek már egy kicsit könnyebb anyagból voltak, ez a tyenárnak nevezett anyag, ezt a Mohácsról vásárolták az asszonyok, ez már könnyebb volt, ez már sok acos beütésű mintákkal van csinálva, illetve azsúrozva, ugye ez a hát a sváboktól levett minta alapján ilyen kis felső, és hát akkor ugye a kapicák, ami már a férhez ment asszonyoknak a dísze volt. Ezek is különböző, hát ez a fajta, meg ez a fajta, ez a Szemejác családtól van, ez a Lukács családtól van, ez az Iveszicségtől van, és azt hiszem ez az anyukámék része. Hát alsó szoknyából sok van, abból próbáltam megőrizni mindent, ugye ezek a bosnyák mintásak, az eredendő bosnyák népviselet, ez a legöregebbi alsószoknya. Ez ugye akkor azért van ilyen magasan hímezve, mert nem volt felső szoknya, tehát csak az alsószoknya volt, hozzá volt egy kötény, és a bosnyák ing, ugye ezek a fajták a magas hímzésűek. És akkor, mikor már ugye a technológia fejlődött, akkor jöttek ezek a sokac minták, ugye ezek a mohácsi részről vett minták. És akkor hát ezek a pojászok ugye a sokac szoknya elé voltak rakva, különböző fajták vannak, ugye régen ilyen volt a zsebkendő például, ezt a lovakra aggatták, amikor esküvő volt, ezek ilyen kis templomba menős kis, nem volt kis ridikül, hanem ezt vitték magukkal, és akkor nem tudom, hogy emlékszel-e rá, hogy régen a nagyon idősek azok ilyen fehér kendőt húztak, ez volt a téli, a vastag, ez meg a fehér, a vékonyabb, a nyári. Nos, ez az eredeti bosnyáknak a nemezelt. Ehhez volt ugye a bőr papucs-szerűség, és akkor ugye ezek a régi fajta szoknyák és a hozzávaló kötények. Ezek meg ilyen törlőnek valók, de díszesek voltak. Most ezeket azért raktam külön, mert ez és ez meg az, ez a 4 alsó szoknya, ez esküvői.
tehát amikor már nem Bosnyákba, hanem Sokacba, vagy félig magyarban, de még horvátban esküdtek, akkor már ugye nem ezt a típusú alsó szoknyát húzták fel, hanem tiszta fehéret. Na most ezeknek a mintáját, hát egyszerűen nem tudom, melyik a szebb, hogy ez a szebb, vagy ez a szebb, vagy ez, hát gyönyörű, ugye, ahogy be van azsúrozva, meg minden, nem tudom megmondani, vagy ez, és ugye azok meg a hétköznapiak voltak, és akkor ugye itt látszik a viselet. Tehát itt is azért látszik, hogy egy, kettő, háromba a sok gyöngy, ahogy a széles, ahogy ugye a hosszú szoknya, a kötény, a férfiaknak is, ugye itt van a kötény, ezek a bosnyák ing, a kalap, és ugye amit itt előre raktak díszt, ugye ezekből van több fajta, aztán van még régebbi, meg szélesebb, meg nem annyira díszes, és akkor ugye ez is a kisebb gyerekeknek volt, nem volt olyan díszes, ez például a keresztapámnak az esküvői ingje, és a mellénye. Ez meg édesapámé volt. Férfiből van még az a díszes gatya, ugye, mert régebben, tehát sokácoshoz bársonynadrág volt, de az nem őrződött meg, azt többet használták. Ugye a bosnyákhoz meg ugye volt a sirokai gatya, a széles gatya, és akkor ugye ez volt a díszesebb, és akkor ugye az, ami a mindennapos volt. És akkor hát voltak ugye az idősebb asszonyok kendőt hordtak, a fiatalabbak ugye díszesebbet, ugye ezek a piros, zöld, fehérek, ez meg ugye már az idősebb korosztálynak volt, de hát ezek is gyönyörűek, hát nem tudod, nem lehet választani, hogy melyik legyen. Osim sarenih i vezenih narodnih nošnji, Aga je sačuvala mnoge stare predmete, nakite, uporabne predmete. Cijeni svoje kolekcije narodne umjetnosti koje je stekla tijekom svojeg dosadašnjeg rada, može precizno reći od kojeg predaka potječe svaki odjevni komad. Régen ugye nem voltak, nem tudom, ilyen díszpárnák, hanem ilyen hosszú párnát csináltak, és akkor ugye szőtték a párnahúzatot. Most ebből is van több fajta, változó, hogy milyen mintával, de általában azt mondták a piros feketéről, hogy magyar minta, Madzsarska sára, ugye. És akkor hát ugye voltak a díszes vált átkötők, például ez nagymamámnak az esküvőjén volt a vőfének a kendője. Ez volt a két angyallal. Az a Szemejác családé volt, az meg a Lukács családé volt. Csak hát ezeket nehéz mosni, tehát ki kell tapasztalni, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Úgyhogy van, ami már besárgult, mert nem, de az se jó, hogyha az ember kimossa, mert most már ezek a mai mosóporok, ugye ez nem olyan, mint a szappan, bár nekem régi szappanom is van. És akkor ezt még szeretném megmutatni. Ez a családunknál a kereszt, ez már több évtizede mindig karácsonykor kint van a karácsonyi asztalon, illetve a régi rózsafűzérek, és akkor ugye ezek voltak azok a kendők, amivel mentek ugye a templomba, és akkor itt van a régi imakönyv, ez volt a Lukács Anna, ez a nagymamámé volt. És akkor ugye írták bele a tinta ceruzával, megnyálazva éppen, ami adódott. Van egy bibliánk is, abban benne vannak a dátumok, de most nem tudom előszedni, mert közben a nyári konyhánkat restauráljuk, és abban vannak ezek a dolgok. És akkor ez meg anyukámé volt, ez a imakönyv, ez az édesanyámé volt, ezt megőriztem. De van még több fajta imakönyv is, mert anyukám nővére is nálam van, az Iveszics Mari néni is nálam van. És akkor ugye ebbe a kis fa keretbe tartották az ékszert. Ez volt az aranyfülbe való, ugye, egy ilyen piros porba. És akkor ezt letörölték, és akkor ezt rakták a fülükbe, illetve
a gyufát elégették, és akkor ugye azzal díszítették a szemöldöküket, meg hát egy kicsit pirosítozták a szájukat. Ezek meg ugye az ékszerek, hát aranyra nem volt pénz, az ezüst ékszer, az ezüstpénzből lettek ékszerek készítve. Van egy pár darab, mindegyik más és más. Ez attól függ, hogy éppen milyen pénzből készítették. És akkor ugye nem volt itt drága dolog, perklire föl lett fűzve a gyöngy, és akkor arra rárakva ezek. Illetve ez is, hát ebből most még négy hiányzik, mert egyet adtam kökénybe a Danicának, egyet adtam, vagy kettőt adtam a Misi két lányának, egyet meg az enyémnek, és azt mind elvittem egy ötvöshöz, és szépen kitakarítottam, megcsináltam, és az ötvös olyan rendes volt, hogy azt mondta, hogy öröm volt ezzel együtt dolgozni, és hogy szeretettel adja nekünk, tehát nem kért érte semmilyen pénzt azért, hogy megcsinálj, és ez olyan jól esett nekem, mert ezek öreg anyáméknak a, meg dédöreg anyám, meg ki tudja, ők öreg anyám. És akkor itt is vannak kis ékszerek, ezek 1531-ből való pénzek. Pogánynak nem ez volt az eredendő faluja, hanem az idinai forrás környékén volt a török idők utáni falu. És amikor én fiatal lány voltam, én régész akartam lenni, és akkor mentünk ásni az Idina fölé. És hát találtunk ilyen pénzeket, de nem kellett senkinek, mert ebből sok van. Hát én azért megőriztem. Most, hogyha letakarítanánk, de a patinát nem szedjük le, akkor egyet letakarított, az 531-es volt ez, ami annyi kicsit tisztább. És akkor vannak még ilyen kisebb 50 filléres pénzek, 1 forintosak. Akkor ezek a régi nyakláncok, ugye, amit az asszonyok a templomba húztak föl. Ugye ezek is mind a családból vannak a rózsafűzérek. Akkor ezek az órák is, most ez egy jó doxa óra. A déd nagyapám a háborúban volt, és pék volt, és nagyon éhesek voltak a katonák. És mikor hazajött, mesélte, hogy egy szelet kenyérért képesek voltak bármit adni, és ő kapott egy katonától egy doxa órát, egy szelet kenyérért. És ezt hazahozta, és azóta is őrizzük. És akkor hát vannak, ez az ezüst gyűrű, egy török gyűrű, ami abból az ásatásból való. És akkor itt is vannak régi pénzek, mindenfélék. Én mindig amit éppen találok, azt összegyűjtök, és akkor, hát ez azért is, mert ebbe volt benne. Tehát régen nem volt buksza, hanem az a szemejáztatómnak az örökségéből van ez az egész, és akkor ezt ugye néha így előveszem és átnézem, hogy mik is vannak. Mnogé fotográfie, koje je sačuvala od svoje obitelji, dokazujú, kakve dragocienosti čúva u svojoj riznici. Hát ezek meg a másik kincsek. Ez a dédnagymám, aki itt élt, meg a nagypapám, ez az esküvői képjük. Ez az Iveszics teltóm, amikor ment a vásárba árulni libát. Itt már látszik, hogy modernül, de azért mégis valamennyire használják a... Még itt vannak a kondyák, ugye, amit az asszonyok hordtak. Itt van egy kondyám. Ugye ez a fajta. Még egyet akartam mutatni. Na ez is látszik, hogy amikor TS megalakult, akkor már ugye kicsit lengébben öltöztek az asszonyok, és mentek a Balatonra. Tehát volt jó oldala is, mert nem ismerték az országot, és akkor ugye vitték őket kirándulni, és milyen boldogok. Ez ugye még a régi iskolában, ez a nagymamám, a Bogdán nagymamám, ő például ott tanultak kötni, meg horgolni. És ez pont egy ilyen órán történt, és a svábokkal együtt vannak. Hát ez a déd nagypapám, aki ugye itt az eredeti ház,
Ez a kis bőr tarisznya még most is megvan. Ugye ők ilyen kucsmásba jártak, bársonyruhába, pont egy szőlőből jöttek ki. Szegénység az nagy volt, anyukám meg anyukám nővére, tehát nem ezeket a ruhákat nem lehetett megőrizni, mert addig hordták, amíg csak lehetett. Ez is az Iveszics nagy teltom. Ugye, hát ő egy nagy állatbarát volt egyébként, őt tehát ő annyira tudott bánni a természettel, meg a kerttel, meg az állatokkal, hogy csak ne. Ága je već nekoliko puta predstavila svojih gotovo 30 godina kolekcionarskog rada, organizirajući izložbe iz dijelova svoje zbirke u lokalnom kulturnom centru. Hvala vam na današnjoj pažnji. Vidimo se opet.